A Martonosi bekötő útnál álló régi, vörösre festett kereszt már nagyon rossz állapotban van. Most a régi mellé egy új kereszt is került. Még az 1800-as évek elejéről, amikor is tulajdonképpen a Tiszába fulladt embereknek az emlékére akarták ezt felépíteni, megvalósítani, és mivel ugye közvetlen a Tisza partjára nem tudták, mert régente is azért kiöntött a Tisz, ki tudott önteni, és akkor nehogy elsodorja a víz, meg ledöntse, hát akkor a legközelebbi hely, hiszen itt jött el, itt van a Nagykörte, és itt jött el a Tisza valamikor, és hát kérem szépen, ez volt olyan biztonságos hely, ahol meg tudták ezt valósítani. A helyiek gyakran jártak ki a vörösre festett feszülethez. A közel 200 év alatt a megviselt keresztek helyére időről időre újat emeltettek. Ezt kifejezetten az egyházközség, illetve, majd szeretném későbbiek elmondani, itten, hogy a Máriás Papi mozgalomnak én kiadtam, amikor hát minden hónapban összeszoktunk jönni, bánátiak és bácskaiak, minden hónap harmadik vasárnapján is ott kiadtam, hogy szeretném ezt felújítani, és hát kellene nekünk anyag. Hát most mondjam azt, hogy régi kitett fürdőkádakat kapogattam össze, mert az öntött vas, ugye, és az öntős ebből megvalósította, kiöntette nekem a korpuszokat, a testeket. Emellett a Martonosi temetőben a ravatalozónál meghosszabbították a tetőrészt, továbbá az 1944-ben kivégzett martonosi áldozatok emlékhelyét is teljes egészében felújították.